Péter Katalin, Bátori István a fejedelmi hatalom megteremtője Erdélyben. Forrás, tanulmányok Nyírbátor és a Bátori család történetéhez, 1986. A történetírás egyetért abban, hogy az erdélyi fejedelemség mesterséges képződmény. 1526 után jött létre az egész Kárpát-medencét betöltő középkori Magyarország három részre hullása során. A Mohácsi katasztrófát megelőzően Erdély a királyság tagja volt, élén a király által kinevezett tisztviselővel, a Vajdával. Magáról a fejedelemség kialakulásáról viszont részint élénk viták, részint egyszerű nézeteltérések léteznek. A viták arról szólnak, hogy vajon történelmi szükségszerűség volt-e a két nagyhatalom, a Habsburgház és a Porta itteni összecsapása. Vagy pedig rossz politikai döntések sorozatával maguk a magyarok számolták -e fel az egykori királyságot? Az egyszerű nézeteltérések a fejedelemség létrejöttének időpontját illetik. Egyesek szerint 1541 a helyes dátum, mások 1570-et állítanak. Mindkét időpont a Magyarország felett harcoló nagyhatalmak egy-egy döntésére vonatkozik. 1541-ben második Szolimán szultán adta át az ország keleti részét Erdélyjel együtt Szapolyai János Zsigmondnak, akit az országgyűlés az előző évben magyar királyá választott. 1570-ben második Habsburg Miksa császár és magyar király írt alá Speyerben kötelezvényt arról, hogy ugyanezen János Zsigmond és vérszerinti utódai szabad erdei fejedelemségét elismeri. A nézet különbség tehát alapjában véve a mohács utáni helyzet megítélésével is összefügg. Az 1541-es dátummal dolgozók a porta magyarországi jelenlétének tulajdonítanak nagyobb szerepet, az 1570. időpont kiemelése viszont a Habsburgház döntő befolyását feltételezi. Létezik természetesen a két nézet kombinációja is, vagyis az a felfogás, miszerint a szultán által 1541-ben kreált fejedelemség létrejöttét a császár 1570-ben vette hivatalosan tudomásul. Magam itt a vitákat csak nagyon közvetve fogom érinteni, az egyszerű nézeteltérések között pedig nem foglalok állást. Ehelyett egy eddig elhanyagolt szempontra hívom fel a figyelmet, és a három létező nézet mellett egy negyediket körvonalazok. Az eddig elhanyagolt szempont maguknak az érdekelteknek a véleménye. Úgy tudom ugyanis, soha nem vizsgálták azt a problémát, hogy melyik erdélyi előjáró tekintette magát először fejedelemnek, illetve az erdélyiek kire ruházták először ezt a méltóságot. Megnéztem tehát, és az egyszerű vizsgálat meghökkentő eredménnyel járt. Mindhárom eddig létező nézet Szapolyai János Zsigmond személyéhez köti az erdélyi fejedelemség létrejöttét, de az első elöljáró, akit az erdélyiek fejedelemnek neveznek, Bátori István, és ő határozza meg magát először következetesen ezzel a címmel. Még meglepőbb talán az a tény, hogy Bátori sem kezdettől fejedelem. 1571-ben Bátori Istvánt kifejezetten Vajdának választották meg. Ez derül ki a hivatalos iratokból, ez nyilvánvaló a magánlevelekből. Így számol be az eseményről az egyik szemtanú is. További vita és szó nélkül kikiálták Bátori István uramot, az somjait, főúr öreg nemzetet Vajdának. Így nevezé magát a választás után néhány évig Bátori is. A következő címet használja. Somjói Bátori István, Erdély Vajdája és a Székelyek Grófja. Aláírásként pedig, mint minden személy a teljes nevét alkalmazza. Az uralkodói állapotra utaló keresztnevet, mint szignót hivatalos iratok alján csak 1576-ban kezdi elhelyezni Bátori István, és 1576. március 2-án keltezett hivatalos irat nevezi őt először Erdély fejedelmének. Az összefüggés nyilvánvaló. 1575. decemberében királya választotta Bátorit a Lengyelországgyűlés. Mióta pedig a hír Erdélybe eljutott, itthon fejedelemnek tekintik. A lengyelországi koronázástól kezdve ő is így nevezi magát: István, Isten kegyelméből Lengyelország királya, Litvánia, Russia, Prusszia, Mazovia, nagyhercege és ura, Erdély fejedelme. Az erdélyi fejedelmi hatalom születéséről szóló beszámolót tehát röviden úgy lehetne összefoglalni. Akkor történt, amikor Bátori István Vajdát lengyel királlyá választották. Ilyen rövid összefoglalás mellett azonban nem derül neki, hogy miért kellett a fejedelmi hatalmat Erdélyben Bátori Istvánnak világra segítenie, holott úgy tűnhetnék, az elődje Szapolyai János Zsigmond minden lehetőséget megkapott a nagy tett végrehajtásához. A magyarázat akár Szapolyai történelmi szerepének értékelése is lehetne, és mint ilyen nagyon hosszú, de néhány pillantás a hivatalos irataira és a róla szóló feljegyzésekre minden töprengés nagyon kurtán lezár. Szapolyai János Zsigmond személyében nem jelenhetett meg az első erdei fejedelem, mert ő egész Magyarország királya volt. Mindig így címezi magát. Második János, Magyarország, Dalmácia, Horvátország, etc. választott királya. Így is ír alá. János, választott király. És az egész ügyhöz a két nagyhatalom döntéseinek nincsen semmi közük, mert mióta 1540-ben még az egész ország rendei számára hirdetett országgyűlésen megválasztották, az alatvalói királynak nevezik. Második János, választott király alattvalói. Az 1540-et követő viharos évtizedekben természetesen hol többen vannak, hol kevesen, hol egyenesen el is kell hagyni a Magyarországot. De még az ellenfelei sem nevezik másként, mint királyfi. János király fia. Nem is lenne rá okuk, hogy más címmel illesség, hiszen az apját 1526-ban tényleg megválasztották, és megkoronázták a Szent Koronával. Ilyen értelemben hiába került második János a szultán 1541. döntésével Portai Fennhatóság alá mindig is az ősi magyar királyság megtestesítője maradt. A másik nagyhatalmi döntés, az 1570. spejeri egyezmény ugyancsak nem változott második János státuszán. Legjobb tudomásom szerint az egyezmény ratifikáló diplomában írta a nevét egyetlen egyszer így alá János Fejedelem. Valamint csak ebben az oklevélben használja a Habsburg királytól rákényszerített címet. Ez így szól: János Magyarország, Dalmácia, Horvátország, etc. Néhai felséges királyának, Jánosnak fia, Isten kegyelméből Erdély és a magyar királyság részeinek fejedelme. Otthon Erdélyben azonban továbbra is király maradt. Így írta alá a hivatalos iratokat. Ilyen minőségben szentesítette a Speyeri Egyezmény után tartott Erdélyi Országgyűlés törvényét. Így hívta össze azt az országgyűlést, amin már a halál tartotta vissza a megjelenéstől. A testamentumát végrehajtó urak pedig Magyarország néhai választott szent felsége megbízásából intézkednek. Bátori István elődje tehát maga és az alatvalói szemében király volt. Akit még az ország három részre hullása előtt választottak meg. Erdély majdani első fejedelme ezért tulajdonképpen lehetetlen helyzetben ragadja magához az irányítást, hiszen külön Erdélyi uralkodó állításának nincsenek hagyományai. Senki nem tudhatja, hogy a választott király halála után hogyan fognak alakulni az események. Török szemmel persze egyszerű a probléma. Hasonló esetben, valamely függésben élő ország elöljárójának halálakor, a porta szokta a maga tisztviselőjét behelyezni. Itt, Erdély környékén, Moldvában és Havasalföldön ezt a tisztviselőt Vajdának nevezik, és már hosszú ideje az érintett országok beleszólásától tökéletesen függetlenül jelenik meg. A román vajdák rendszerint egy-egy török vállalkozótól felvett kölcsönnel vásárolják meg a tisztséget a portán, majd a helyi érdekek negligálása mellett hajtják be a vajdaságokon a kölcsön visszafizetéséhez szükséges pénzeket. A választott király halála után Erdélyben is ez a megoldás fenyeget. Mégpedig nem utólag a történetírás látja így, hanem a kortársak maguk is pontosan érzékelték a veszélyt. Sok levél tanúskodik a rettegésükről.